Heteken belül lebontják az Olimpia Hotel épületét. A munkálatok megkezdése előtt rendhagyó sétát szerveztek a környékbélieknek. Várhatóan május első hetében lesz az idei iskolai beiratkozás. Tájékoztató fórumot szerveztek a szülőknek. Fit leszel, ha itt leszel, 10. alkalommal rendezték meg a játékos sportvetélkedőt. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Heteken belül elkezdődhet az egykori Olimpia Hotel épületének bontása. A munkálatok megkezdése előtt még sokan szerették volna látni, milyen is belülről az egykor szebb napokat látott ház, ezért a 12. kerületi önkormányzat rendhagyó épületbejárást szervezett. Ez a szék már nem a legkényelmesebb, és ebben a társalgóban is már csak magában társaloghatna az ember. Hasonló csendéletek sokasága fogadta azokat az érdeklődőket, akik elbontás előtt szerették volna megnézni a főváros egykor legmodernebbnek számító szállodáját. Nagyon sok ember megkeresett minket, hogy most, hogy elbontjuk ezt a nagyon lepukkant állapotba került szállat, azért megnéznék, mert azért ez a hegyvidék történetének egy darabja, ez a Farkasi Zoltán által tervezett szálloda. 1968-ban kezdték el tervezni a szállodát, 72-ben adták át pont az olimpia előtt, és 73-ban fejeződött be az épület. Közel 10.000 négyzetméteres összterületű épületről van szó, tehát hatalmas. Bizonyos része ennek az épületnek egyszintes, bizonyos része háromszintes. Végig pincézve van egyébként az egész épület, ami S alakban foglalja el itt ezt a parkot, vagy ezt a zöld területet, ami mögötte van. És hát olyan állapotba került azért 20-25 év alatt a bezárást követően ez a szálló, ami nem tette lehetővé, hogy ezt felújítsuk, megmentsük, rendbe tegyük, vagy valami más közösségi funkciót alakítsunk, ezért döntöttünk a bontás mellett. Az Olympia Hotel a 60-as évek szállodaépítési lázának első produktuma. A 60-as évek elejére nyilvánvalóvá vált Magyarországon, ugye a kommunista érában, hogy nem sikerül ez a vas és acél országát megteremteni, tehát hogy ebből nem fog prosperálni az ország, és ekkor a ország vezetői újabb és újabb bevételi források után néztek, és a addigi bezárkózást igazából egy turisták felé való nyitástal váltották fel, tehát elkezdődtek a szállodaépítkezések Magyarországon, 60-as évek derekán vagyunk. Első körben a Balaton környékén épültek új szállodák, és csak a 60-as évek végére jutottak el odáig, hogy Budapest is tartogat olyan látnivalókat, ami külföldiek vagy a belföldi turisták számára érdekes lehet. Ma maga a Hotel Olympia vagy annak romjai jelentenek érdekességet. Ez az egykor remekül megtervezett szálloda a hajdan modernnek számító alagút zsalus technológiával épült, ám emiatt felújíthatatlan. Március elején bontunk, szerintem a bontás két hónapot is igénybe fog venni, ezért rendkívül nagy munka lesz. Szerintem heteken keresztül fogjuk darálni az itt talált vasbetont, amit egyébként a norma fejlesztésénél például útfelújításra, vagy az 5-ös 48-nak a részben átépítésre fogunk reményem szerint használni. Tehát nem kell minden beton hulladékot innen elszállítani, hanem a helyszínen föl tudjuk majd használni. A bontás előtt néhány csoport kíváncsi, szálló vendég még bepillantást nyer a 180 szobás, már a 70-es években saját szaunával, medencével és éjszakai bárokkal felszerelt hotel falai mögé. A hegyvidéki önkormányzat meghirdette a hotel túrát, és regisztráció ellenében bárkit végigvezetnek. Én itt laktam a környéken egy pár utcára, közel 30 évig, és hát mindig láttam, hogy itt van ez a szálloda. Még gyerekkoromban voltam is itt, emlékszem, hogy az étterem részben voltunk, meg láttam a medencés részt is, hát most egy picit másképp néz ki azért a dolog, de nagyon érdekes. Tehát ez azért mondjuk így évek óta itt áll, és engem mondjuk mindig is nagyon, nagyon érdekelt. Ugyebár én sokat járok itt a Normafára is, meg mindenfele itt a környéken, és úgy voltam vele, hogy egyszer azért szívesen bejönnék. Az elbontást követően az Olympia Hotel helyén az idáig felvezetett fogaskerekű végállomása, illetve az ahhoz kapcsolódó park lesz. Várhatóan május első hetében lesz az idei iskolai beiratkozás. Többek között erről, illetve az iskolába lépés feltételeiről is szó volt azon a fórumon, amit a leendő elsős gyerekek szüleinek szerveztek a hegyvidéken. A rendezvényen valamennyi állami fenntartású kerületi iskola bemutatkozott. Mit jelent az iskola érettség? Melyik a körzetes iskola, és milyen az ideális intézmény? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ kaphattak azok a szülők, akik részt vettek a Városmajori Gimnáziumban megrendezett fórumon. Az iskolába lépés minden gyermek életében fontos mérföldkő, amely alapos felkészülést igényel. Az idei általános iskolai beiratkozás várhatóan május első hetében lesz. Addig igyekeznek minden fontos információt megosztani a szülőkkel, hangsúlyozta a fórumon a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgató.
igazgatója. Azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon lényeges, hogy amikor a gyermeke iskolába megy, akkor első kézből kapjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy neki, mint szülőnek mi a teendője. Nekünk nagyon fontos az, hogy az óvodákkal, annak ellenére, hogy átalakították az oktatási rendszert, folyamatosan tartsuk a kapcsolatot, és akkor így mi közösen az óvodavezetőkkel egy olyan tájékoztatást tudjunk adni a szülőknek, ahol megnyugtatóan megkapják azokra a kérdésekre a választ, ami őket feszíti. Bár az iskolák üzemeltetése és fenntartása már nem az önkormányzatok feladata, ennek ellenére a 12. kerületi intézmények működését a Hegyvidéki Önkormányzat továbbra is segíti, mondta a fórumon Fonti Krisztina alpolgármester. 2017 őszén fejeződött be két olyan fejlesztés az iskoláinkban, amit az önkormányzat hajtott végre különböző támogatásokkal. Az egyik ilyen a Fekete István általános iskolának volt a korszerűsítése, egy energetikai felújítás, ami szeptemberben készült el. Ez szigetelés, nyílászárók, napkollektorok felszereléséből állt, illetve a Tamási Áron iskolának egy új szárnya, az E-szárny készült el 6 tanteremmel, amely szintén nagyon fontos volt, hiszen tudjuk, hogy a gyerekek részben konténerekben, részben a könyvtárban itt-ott tanultak már, tehát nagyon fontos volt ez a bővítés. Ez szintén 17 őszén készült el, és ez is az önkormányzatnak volt a projektje. A beiratkozással kapcsolatban szervezett fórumon bemutatkoztak a kerületi intézmények, de a szülők választását nyílt napokkal is segítik a következő hónapokban. Újabb reptéri fosztogató bukott le. A rendőrök tetten értek egy rakodó munkást a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, aki háromszor is kinyitott egy bőröndöt az egyik Londonba induló járaton bepakolás közben. A 44 éves férfi lakásán házkutatást tartottak, ahol többek között parfümöket, ékszereket, órákat, mexikói pezót, orosz rubelt és fényképezőgépet is találtak. Így valószínűleg nem ez volt az első eset, hogy reptéri alkalmazott mások holmiai között kutatott. Szerdán ismét csökken az üzemanyagok ára. A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal lesz olcsóbb. A benzin átlagára így 351, a gázolaj 357 forintra mérséklődik. Az egyes töltőállomások árai között akár 50 forintos különbségek is lehetnek. Még mindig sok kárt okoznak rongálók a hévvonalakon. Tavaly több mint 100-szor firkáltak, graffitiztek és 20 esetben rongáltak meg hévszerelvényeket. A károk felszámolása a MÁV közlése szerint mintegy 700 millió forintba került. A rongálások visszaszorítása érdekében a tervek szerint kamerarendszert építenek ki. Keresik az elmúlt év legjobb magyar filmjét. Mától a közönség is szavazhat a Magyar Filmhéten bemutatott alkotásokra. Az internetes voksolás március 8-áig tart. A Magyar Filmdíj díjátadó ünnepségét március 11-én rendezik meg a Víg Színházban. Készségfejlesztés játékos formában. Már 10. alkalommal rendezték meg a Fit leszel, ha itt leszel elnevezésű sportvetélkedőt. A MOM Sportban több száz óvodás és iskolás mutathatta meg tudását. Gyorsaság, ügyesség és csapatmunka. A jubileumi Fit leszel, ha itt leszel sportrendezvényen ezekből nem volt hiány. A Hegyvidéki Sportközpont idei játékos sorversenyén 10 kerületi iskola és 12 óvoda vett részt. A szervezők ezúttal is izgalmas és kreatív feladatokkal készültek a sportos napra. Igazából ezeknek a feladatoknak a fontossága ugye az ügyességnek és a versenyszellemnek a kialakítása. A rögtön legelső feladatunk egy vadjúj feladat volt, ugyanis egy ilyen beülős játék volt, ahol ugye két gyereknek kellett egy harmadikat hintáztatni, ami közben pakol. Szokásos feladatok közé tartozik még például ez a floorbolozás, ami a második feladat volt. Akkor az előző feladat is mondhatjuk, hogy egy új volt, ugye ott a svéd szekrénynek a fordítottjába kellett beleülni és akkor azokat húzni. Illetve ez a negyedik utolsó feladat, ez a legnehezebb, összetettebb játékunk. Ez is egy teljesen új konstrukció. Nagyon sok napot dolgoztak vele a kollégáim. A játékos feladatok célja a motorikus készségek, valamint az egyensúlyérzék és az állóképesség fejlesztése volt. A készségek fejlesztésében természetesen az ugrás, a mászás, kúszás, azok az alapvető mozgásfejlesztő feladatok, ami elengedhetetlen a gyermekek fejlődésében. Ezt is, ezt még tovább lépve idén a jubileumi alkalommal egy kis libikókás, hintázós feladatot is beletettünk, ami az iskolásoknak egy rettentő nagy kihívás volt, és nagy élvezettel végezték a feladatot.
A hegyvidéki önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a sportos életre nevelést a kerületi iskolákban és óvodákban, ezért rendszeresen szervez ilyen programokat a hegyvidékieknek. Mi itt a hegyvidéken vezetünk be, még mielőtt egyébként országos program lett a mindennapos testnevelés, pontosan azért, hogy mozogjanak a gyerekek az iskolában, és tudjuk azt, hogy ha mozognak a gyerekek, akkor a szellemi teljesítményük is jobb lesz, ez nagyon fontos, de tudjuk azt, hogy ezen felül nagyon sokan különböző délutáni edzésekre, sportfoglalkozásokra járnak, és igyekszünk ebben segíteni őket. Idén a szervezők arra is törekedtek, hogy más kerületek iskoláit is bevonják a vidám vetélkedésbe. Tavaly megbeszéltük a hegyvidéki központtal, hogy megpróbáljuk kiterjeszteni ezt a vetélkedőt, most már a Közép-Budai központhoz tartozó másik két kerület iskoláira is, és nagy örömünkre szolgál, hogy az idén az első kerületi Batthyány általános iskola is részt vesz egy csapatával, és ezzel egy picit már összetudjuk hozni a Közép-Budai tankerületi központban ezt a sportrendezvény. A FIT délelőttön az iskolások versenyén a bronzérmet a Zugligeti általános iskola diákjai kapták, míg az ezüstérmet a Jókai Móra általános iskola. A dobogó legfelső fokára pedig az ELTE Gyergyánffy István általános iskola tanulói állhattak. Eléggé összetett, ahogyan készülünk a testnevelés órákon. Nagyon gyakran csinálunk ilyen és ehhez hasonló feladatokat, bár ennyire speciálisakat nem, mint itt. Illetve a héten reggelente gyakoroltunk. Reggel 6 óra 50-re jöttek a gyerekek, és akkor 3-4-8-ig minden feladatot kipróbáltuk, megnéztük, hol lehet gyorsulni, mire kell odafigyelni, és így sikerült a felkészülés. Itt pedig már az óvodások sorversenyét láthatjuk, amelynek végén az összes óvodás aranyérmet szerzett. A 10. jubileumi Fitleszer-Haitleszer rendezvényről ki éremmel, ki izomlánccal, de mindenki élménnyel, na és persze fitten távozott. Különleges ruhabőrzét rendeztek a hétvégén a MOM Sportban. A Fashion Bazár célja, hogy a megunt, de jó állapotú ruhák, cipők ne vesszenek kárba. Izgatott válogatás a MOM Sport Fashion Bazár rendezvényén. Minőségi kabátok, ruhák, cipők és kiegészítők. Ezúttal is rengeteg különleges ruhadarab várta, hogy új gazdára találjon a MOM Sport újrahasznosítási kezdeményezésén. Hajdú Andrea először vett részt a rendezvényen, ő főleg a kiegészítőit hozta el, azok közül is egy igazán egyedi darabot. Ez egy nagyon, nagyon szép sejemsáv, ilyen klasszikus mintával, egy francia tervezőnek a munkája. Én nagyon szeretem a sálakat, mert mondjuk egy fehér pólóval tök jó fel lehet venni. És ha mondjuk egy farmerrel, akkor egy egyszerű ugye, ruhadarab, vagy ha mondjuk az irodába veszi fel az ember egy blazerrel, akkor is tök jó. Klauzer Adrián már a kezdetek óta minden alkalommal részt vesz a vásáron. Azt mondja, számára fontos, hogy megunt ruháit ne kidobja, hanem újrahasznosítsa a kezdeményezés által. Egyre többen jönnek, hál' Istennek, egyre többen jönnek csak szétnézni, de ez is nagyon jó, mert hogy megismerik, az is nagyon jó, hogy előre meg vannak hirdetve az időpontok, úgyhogy tudnak vele számolni a nézelődők, vásárlók, úgyhogy szuper szokott lenni, azt kell, hogy mondjam, hogy egyre jobb. Nyilván azért, mert hogy most már így elterjedt, hogy ez szokott lenni egy ilyen kis garázsvásár jellegű, szerintem nagyon jó hangulatú, úgyhogy abszolút egy jó kezdeményezés. Cseke Kincsőt barátnői véleménye győzte meg arról, hogy eljöjjön és megnézze a kínálatot. Azt mondja, olyan minőségi ruhákkal találkozott, hogy nem győzött válogatni közülük. Nagyon jó ötletnek tartom, mert így hozzá lehet jutni nagyon jó ruhadarabokhoz, és így nem vesznek kárba ezek az értékes darabok. Buranics Ildikó, a MOM Sport igazgatója szerint egyre népszerűbb a Fashion Bazár, amit az érdeklődők száma és véleménye is alátámaszt. Az a cél, hogy havonta egyszer lehessen arra számítani, hogy ide ki lehet jönni eladni is, majd nyáron szabadtérre, nyáron-tavasszal szabadtérre szeretnénk, hogy tényleg egy kicsit a biopiac mintájára, hogy ez egy hatalmas nagy kerületi esemény legyen, aminek azért megvan a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó célja, nagyon-nagyon erős üzenettel az újrahasznosítás. Azok, akik kedvet kaptak és szeretnének prémium minőségű divatos kincsekre lelni, a következő április 7-i vásáron mindezt bepótolhatják. Félpályás útlezárásra kell készülniük az autósoknak a főutcában 2-től. A Korvin térnél vízvezetéket építenek, ezért lép életbe a forgalomkorlátozás. A munkálatokkal várhatóan március 2-ára végeznek. A Budai Híradót látták, adásunkat visszanézhetik honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!